köszönjük szépen, akkor folytatnánk a beszélgetést. A második fordulóban röviden beszélnénk a fordításról, a dramaturg feladatáról, arról, hogy mit csinál egy produkciós vezető, a szereposztás kérdéséről, és utána pedig bedobnánk a gyepőt, és mindenki kérdezhet, amit csak szeretne, úgyhogy, vagy majdnem. Hát kérdezni mindent lehet. Igen, imádkozni mentem. És... jó. Jó fiú. Jó. Hát akkor röviden a fordításról szeretnék kérdezni először. Tehát, hogy nagyjából ma mennyi idő áll rendelkezésre egy film lefordítására? Ez mennyiben különbözik, tudom, mondjuk 10 évvel ezelőttitől, a 15 évvel ezelőttitől? Ez szinkron stúdiótól függ, megrendelőtől függ, hogy mennyi idő van egy film magyarítására. Ez volna az első kérdés. És akkor most mehetünk a változások kérdés ebből az irányból. Alapesetben mi azt várjuk el egy dramaturgtól, hogy egy hét alatt csináljon meg egy filmet. Uh-huh. Ez az alap. Időnként, elég ritkán, több idő is van, de nagyon gyakori, hogy kevesebb van. Most az az igazság, hogy azok a fordítók, akik csak ebből élnek, azok kénytelenek ennél sokkal gyorsabban dolgozni, mert különben nem lehet ebből megélni. Mert egy DVD film vagy egy TV filmnek a perzdíja az olyan alacsony, hogyha egy hét alatt csinálna meg egy filmet, akkor felkopna az állat. Tehát aki mozikat fordít, ők megtehetik, hogy egy hét alatt egy filmet fordítanak. Az átlag, tehát a legtöbb dramaturg, ők nem. Tehát ők szerintem 2-3 nap alatt, vagy még kevesebb alatt csinálnak meg egy filmet. Ez lehet, hogy néha a minőségen is meglátszik. De hát sajnos, amíg ennyi pénz van erre, addig ez így működik. Nem tudom, hogy régebben több idő volt-e. Én nem hiszem. Én tudom. Nagyon rég, biztos nem idő. Nagyon régen ez úgy működött, hogy ezt nagyon-nagyon régen, tehát most még a 80-as évek is előtte, igen, az én gyerekkoromban és előtte. Nem, ezt tényleg azért tudom, mert sokszor merült föl ez a kérdés. És ezt sokszor elmondták öreg rendezők, hogy akkoriban, amikor még Pannonia volt és televízió volt, akkor a Pannoniában egy dramaturg, és akkor még úgy volt, hogy szövegíró és dramaturg, tehát nem is egy személy volt a kettő, mint ma, hogy van egy ember, aki a szöveget írja és a dramaturgi munkák, feladatokat is ő végzi. Tehát egy szövegíró az 7, azaz 7-es percet írt meg egy nap alatt. Nyilvánvalóan akkoriban nem volt még az a digitális technológia, mint ma, hogy az ember így rángatja az egeret és akárhol visszaújik a filmben és egy mondatot, hanem akkor össze-vissza mindenféle érzékkel vissza kellett tekerni a filmszalagot, meg úgy kellett megnézni, tehát borzalmasan lassan a technológia, mert is lassan ment. De 7 percet tudtak üzenbiztosan megírni egy nap alatt. De azért az kell tenni, hogy minden felgyorsult, mert egyszerűen attól, hogy már nem mondjuk VHS-en, vagy nem tudom én, hogy érkezik meg az anyag, hanem feltöltik, le kell tölteni, és akkor azonnal, tehát ma egy előzetest is egy-két nap alatt kell megcsinálni a semmiből. Ezért aztán minden fel, tehát hogy ez az elvárás, hogy de mondjuk az is felgyorsult, hogy... Régen bele volt kalkulálva az, hogy még ideért az anyag, tehát minden lassabban ment. Jó, de mondjuk az is felgyorsult, hogy azért, hogyha volt a filmben, voltak dolgok, aminek utána kellett nézni, akkor régen, amikor fölmentél a Vibe-ba, a Széchenyi könyvtár, meg nem tudom mi, meg a lexikonok, meg izé, most meg fölmész egy klatyintásra, izé, és ott van a megoldás. És ennek ellenére, hogy egy klatyintás lenne, ennek ellenére is mondjuk általában, vagy nem általában, de azért gyakran mi nézünk utána, tehát igen. Az is felgyorsul, de az tény, hogy néha nagyon, nagyon kevés idejük van megírni, és ezt mondjuk ennek meg a levét mi isszuk meg. És hát sokszor a moziknál meg az a probléma ilyen szempontból, hogy az az elvárás a forgalmazónak, vagy azt akarja, hogy akkor mutassa be Magyarországon is a filmet, amikor Amerikában. Viszont ezért aztán olyan anyagokkal dolgozunk, félkész filmekkel, félkész szövegekkel, úgyhogy a dramaturgnak is nehéz dolga van. Igen, tehát ezt a nézők nem tudják, hogy néha olyan anyagból készítjük el a szinkront,
hogy mondjuk ki vannak takarva a szereplők, és csak a szájukat látjuk, vagy a nagyobb élményem nekem a sötét lovag ilyen szempontból, szó szerint, mert olyan képet kaptunk, hogy egy fekete valami, és akkor valaki éppen képre jött, akkor annak a száját mutatta, és semmi több. A tömeget úgy vettük föl, hogy fekete volt a képernyő, és én mondtam a tömegezőknek, hogy most bent álltok, én nem tudom miben, mert engem kiutaztattak, tehát ki kellett repülni Londonba, ott Londonban meg lehetett nézni a filmet, ott lehetett nekem jegyzeteket készíteni, hogy a színészeknek el tudjam mondani, hogy most éppen egy repülőgépen vannak, most nem tudom hol vannak. A színészek nem látták a filmet. Tehát ezt, amikor elmentek ti a moziba, és megnézitek, akkor ezt nem tudjátok, hogy mi ezt így készítettük. És hát néha mi is meglepődünk, mert mi is elmegyünk a moziba, és hoppá, hát ez nem szinkron. Hát ezért nem szinkron. Illetve vagy... Bocsánat. Semmi ennyi. Illetve a másik, hogy úgy dolgozunk, hogy különböző verziók vannak, folyamatosan vágják a filmet, szinte majdnem a bemutatóig. Igen. És különböző verziókból, P1, P2, P3, P4, P5, stb. És van olyan, hogy amikor az ember, ez attól függ, hogy melyik verziót kapjuk, mondjuk ezt lehet, hogy nekem kéne elmondani, hogy Péter jobban tudja, hogy mikor kerül sorra keverésben Magyarország, mert van olyan, hogy P2-ből, van olyan, hogy P3-ból, van olyan, hogy már a végsőből sikerült dolgozni, de hogyha a sor elején voltunk, akkor P1-nél kezdjük, és jön. Hát ebben a sor elején vagyunk. Igen. Tehát általában minket vesznek legelőre, éppen ezért sokszor ilyen P1-ekkel kell elkezdeni dolgozni, ami még nagyon kezdetleges, tehát ezt sokszor nagyon átvágják, nincsenek rajta az effektek. És miért vesznek minket előre? Ez minek tudható be, vagy miért szokás? H-betűvel kezdődik a hangerés, és előre az állítani. De tényleg, egy csomószor ez van. Vagyunk olyan fontosak, ezért szerintem. Csak ez mondjuk a azért... A fontosabb országoknak több időt hagynak, gondolom. Ez annyiban nehezíti meg a mi helyzetünket, hogy mondjuk ha színésztel felvesztük a filmet, és mondjuk volt egy hosszú nagy szép jelent, amit ugye felépítünk. Mert ugye a moziban, a DVD-ben előfordul az, hogy nem kronológikusan megyünk a felvételben, hanem ahogy érkeznek a színészek, lehet, hogy az egyik színész csak mondjuk a közepétől szerepel a filmben. De a moziban ugye egyesével jönnek a színészek, tehát ott szépen fel tudjuk építeni, hogy kronológikusan haladunk. És felépítjük szépen a jelenetet, van egy íve, megcsináljuk, majd jön egy újabb verzió, amiben csak mondjuk a közepében, abban a jelben van mondjuk 2-3 változás. Most ez nagyon nehéz, eltelt 3 nap, más állapot van a színész, a műterem is esetleg egy szóval, hogy és akkor ugyanazt abba beletalálni, és akkor van néha, hogy újra vesztük az egészet megint, amit már egyszer megcsináltunk, tehát az már annyira rossz újra, tehát hogy nagyon sok ilyen dolog van, és akkor nekem a legesleg, abszurdabb élményem az Ausztrália című filmmel volt, amit konkrétan az egész filmet átvágták. Tehát mi megcsináltunk egy komplett filmet, és emlékszem, hogy a László Zsoltnak volt ebben a filmben, ugye ő volt a Hugh Jackmannek a hangja, 248 tekercse. És kijött utána 192 pótra. Tehát úgy vágták át a filmet. Tehát mi kompletten dolgoztunk a filmen 7 napig, és talán megint 7 napig dolgoztunk a filmen. És ez milyen stúdiókra jellemző, bocsánat? Össze-vissza, szinte nem tudom nem ezt. Stúdió. Ezt nem tudom, ez lehet. Te Bez Lörmen, vagy a producerek, vagy nem tudom, mi úgy döntöttek, hogy változtatni kell egy csomó mindenen. És azt hiszem, csak hogy félkész anyagot küldenek. Ez mindegyikre, mert egyre inkább igaz az, főleg ilyen nagy szuperprodukcióknál, hogy egy évre előre kijelölik, hogy ekkor lesz a bemutató. Igen. És akkor kész kell lenni. Így van, és addig tesztvetítenek, tehát amint tudnak, elkezdenek tesztvetíteni, és a tesztvetítések alapján vágják át újra, addig, ameddig gyakorlatilag abban nem hagyják a vágást, mert azt nem fejezik be, tehát hogy ez nem úgy van, hogy úgy gondolják, hogy akkor ez most már kész. Ez egy ismert mondás egyébként, hogy egy filmet csak abban hagyni lehet befejezni sohasem. Úgyhogy ezt így csinálják. Sajnos most már sorozatok is áldozatul esnek, mert ugye elindult egy olyan tendencia például a Fox, AMC, ilyen csatornáknál ugye, hogy az amerikai premierrel együtt kerüljön adásba, vagy hát pontosan mondjuk a Walking Deadnél magyar idő szerint vasárnap éjszaka fut a sorozat, és hétfőn meg már szinkronnal kell adásba lennie. Ott arra sincs idő, hogy az ilyen apró részleteket megvitassuk. És ott is néha olyan a kópia, hogy nem látsz semmit, csak az, hogy Master Film Digital, fekete, és azon az év, hogy hangok. És akkor hallod, hogy üvöltöznek, verekednek, engem most megharaptak, az amik is én is ott lettem, vagy még nem. Fogalmam sincs, hogy mi történik a képen. A special effectek nélküli verzióra kever a hangmérnök, és akkor mindenki reménykedik, hogy majd a... Mert ott tényleg ott egy nap különbséggel már adás. Mennyire tartják szerencsésnek azt, hogy a dialóglisták azok nagy részt angolból vannak?
hogy, tehát, a, hogy az idegen, a más nyelvű is. Szerintem nem jó. Nem jó, lebutított egy kicsit. Szerintem elég abszurd dolog. Az igazság, hogy amikor, ha van, akkor olyan, mi legalábbis olyannal fordítatjuk, aki eredeti az eredeti nyelvből. Sokszor nem kapunk eredeti nyelvű listát. És nem is lehet lekérni? Hát mondjuk lehet ezt volna fordítani orosz fordítóval, úgyis a lehallgatás alatt, hát mert orosz nyelvű volna. Volt a film, tehát a nyelve orosz volt a filmnek, tehát lista nélkül tudtak volna fordítani. Meg amikor nem volt egyértelmű az IMDb-ből, hogy orosz, hanem minden feladat, hogy ja, igen, mert mondjuk volt, igen, tehát az olyan film volt, hogy észt grúz orosz, sőt, még csecsenő is beszélte benne egy kicsit, tehát ez több nyelvű film volt. Mindegy, hát... De amikor tudjuk, és ilyen speciális nyelven, és mégis angol a lista, akkor, ha lehet, akkor valakivel, egy anyanyelv, tehát ugyan, aki beszéli azt a nyelvet, ami a film beszél, lektoráltatjuk, hogy ne legyenek ilyen félrefordítások, vagy bármi, ami hülyeség. Ha lehet, ne maradjon benne. Hát én csináltam a rabot is most az HBO-n, tehát az is azért kemény meló. Kevés a fordító egyébként bizonyos nyelvekről nyilvánvalóan, pláne olyan, mert fordítót még talál az ember, szinkron tud írni. Tehát persze az is lehetne megoldás, csak hát ez... Hogy valaki megül lefordítja, és valaki szájraírás, csak ez megint a költségvetésben nem fér bele, mert már az, aki ritka nyelvet beszél, az tök jósan azt mondhatja, hogy én mondok egy át. Ha kell, ha nem. És akkor elviszi nekem. Ezért csináljuk inkább fordítva, megcsináltatjuk valakivel, és akkor lektoráltatjuk. Lektoráltatjuk, igen. És egyébként az angol után melyik a leggyakrabban használt, a leggyakrabban? Hát a francia. Németeknél sok sorozat van. Uh-huh. Németektől sok sorozatot hozunk, ezeket a bűnügyi borzalmas dolgokat. De az is a németek, hát esetleg az ilyen spanyol nyelvűek, a szaporodák. Igen. Tehát az de szerintem azt is sokszor angolban fordítják. Egyébként igen. Nekem a legnagyobb kihívás, hogy a kínai után most eszembe jutott, egy fantasztikusan helyes vígjátékot vettünk, 60-as években, és szerintem egy ilyen másfél vezet, egy olasz volt. Én soha nem csináltam az öt olaszt, de komolyan mondom, így megizzadtunk bele. Az a fajta gyors beszéd, tehát a Kálói Molnár Petivel, igen, meg a Hasányi Gabival egy páros, végpárban voltak, és egyszerűen így azt mondtam, hogy le a kalappal, tehát azt a tempót lekövetni, de ők is úgy mentek haza, annyira elfáradtak, hogy ez nagyon nehéz az olaszt.